Egy családi házba ütközött tehergépkocsi látványa sokkolta a munkából hazaérkezőket Enyingen, szerda délután a 64-es főúton. A rakomány nélküli nyerges vontató lesodródott a főútról, majd átszakította a drótkerítést és a családi ház falába csapódott. A baleset hangjaira egy szembeszomszéd is felfigyelt 11 éves kisfiával. Én jöttem ki a kukáért, és az előszobában voltam, amikor egy nagyon nagy csattanás volt, visszarohantam a fiú szobába megnézni a gyerkőcöt, ő kinézett az ablakon, láttuk a kamiont, kirohantam, akkor már láttam, hogy egy autó megállt, és elindultak segíteni, akkor nem telefonáltam, és körülbelül így ennyi. A kamion vezetőjét egy szabadnapos siófoki hivatásos tűzoltó emelte ki a vezetőfülkéből, majd áramtalanította az épületet, és a vezetékes gázt is elzárta. Ezt követően a siófoki hivatásos tűzoltókat a katasztrófavédelem a helyszínre vezényelte. A baleset során a kamion kerekei beszakították a vízóraaknát, a megrongálódott vezetéket már a szolgálatban lévő siófoki hivatásos tűzoltók kézi szerszámokkal elszorították. Emellett a járműnek az üzemanyag tartálya is megrongálódott, a szivárgó gázolajat edényzettel felították. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett, emellett statikus átvizsgálta az épületet, és megállapította, hogy maga a lakóház annak helyreállításáig lakhatatlan. A baleset idején a lakók nem tartózkodtak otthon, később a tűzoltók segítettek értékeik kimentésében. A szerencsétlenséget okozó sofőrt a helyszínre érkező mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.